A kétszeres magyar bajnok cyclocross, vagy magyarosabban ciklocross versenyző Búr Zsolt érkezik szerelőmesterével a Haraszthegy oldalába. Spéci szerelőbázis lakókocsi, spéci cipők, ruha, spéci bicajok, minden halálprofi. Mert hogy a 4 éve Budapesten élő oroszlányi fiatal immár világversenysztár, de minden esetre sikert sikerre halmozó európai hírű biciklis. Itt a városban egyszer csak volt egy olyan verseny, egy kerékpáros iskola kupa, ügyességi verseny, meg ilyen városi bringázgatások, egészen az országos döntőig eljutottam. Licskó Csabiék rendeztek itt a Haraszthegyen Monti versenyt, Várgesztesen, és akkor igazából így innen jött ez az egész. Búr Zsolt most 35 éves, és csak 10 esztendeje kezdett komolyabban versenysportolni. De elkezdtem ezt a ciklokroszt egy 5-6 évvel ezelőtt, és akkor most nyertem már 2 magyar bajnokságot, számtalan külföldi versenyt indultam. Az Elitek mezőnyében a tavalyi bajnokok címvédésével zárult a 2017-es CXOB. A hátam mögött itt loszolgattak egymást a srácok, és ők nagyon gyorsan tudnak menni ezen az ilyen síkpályán, úgyhogy nagyon nehéz volt. Hát boldog vagyok, hogy sikerült zsinórban most a 2. bajnokságomat megnyerni. És így én kvalifikáltam magam a világbajnokságra 2017-ben Luxemburgban. Zsoltit természetesen elkísérte Luxemburgba szerelőmestere Pap Robert is. Magyarként kijutni az elitbe, abba az elitbe, ami halandó ember számára egy megfoghatatlan dolog, szerintem mindenképpen egy elismerésre méltó cselekedet. Azért mondjuk 60 ezer néző előtt versenyezni úgy, hogy ők neked is szurkolnak, hiszen te ott egy sztár vagy, amikor ott nyomod közöttük. A rettentően kemény versenyen a világ elitje vett részt, és Zsolti becsületesen állta a sarat a nehéz mezőnyben. De itt az ideje, hogy tisztázzuk pontosan, mi a csuda is az a ciklokrossz. Szeptember vége és január vége közötti időszakban műveljük ezt a sportágat, ez egy téli sportág. Az országúti kerékpározásból fejlődött ki. Körülbelül országúti bicókra is hagy az a bringa. Kicsit másabb geometriával, nagyobb sárférőhelyen, mert hát télen ugye sár van, minuszok. Körpályán zajlik, tehát akár egy városban is, egy parkban meg lehet rendezni egy ilyen versenyt. Nagyon látványos a nézők szempontjából, valamikor lépcsőn kell felfutni, palánkon átfutni, sárba futni, kanyarok vannak, iszonyatosan intenzív kigyorsítások. Akármilyen bicó persze nem alkalmas erre az adrenalinnal felpumpált körkörös akadályversenyre. Adott terek körülmények közé mindig más és más mintázatot kell, hogy válasszunk. Például ez a mintázat, ami ezen a keréken van, ő járta meg a világ bajnokságot is akár, ez a kifejezetten sár gumi. 4 féle gumi mintázatot használunk, és ezeket cserélgetjük, az adott pályához igazítjuk a gumit, illetve a benne lévő nyomást. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak a mintázat, hanem a gumi nyomás is egy kritikus dolog így a cyclocross esetén belül. Karbonfelni, tárcsafék, karbonszálas váz, egy cyclocross versenycajga ára millión felül van. Úgy szoktuk mondani, hogy elkezd haladni a bicikli, akkor hál' Istennek lettek szponzoraim, láttak bennem olyan potenciált, hogy akkor tudnak segíteni, mert azért ezt lássuk, hogy ez tehát elég költséges sportág. A rutinos bringásoknak a vértes szó hallatán azonnal a vértes maraton és a vértes XCO versenyek ugorhatnak be. Ezt a képzett társítást idén kibővíthetik a cyclocrosszal. Az utánpótlás korúak országos bajnokságától kezdve a ranglista futamon át a magyar kupa futamig számtalan versenyt kínáltak a szervezők a 3 napos rendezvényen. Vadi új helyszín, mint cyclocross helyszín. Várgesztesen rendezünk versenyeket, ott is hazai pályán sikerült például nyernem, amit én találtam ki, pályát mondták, hogy milyen könnyű volt nekem, mert én találtam ki, tök is le kellett tekerni, úgyhogy ez annyira mégsem volt könnyű.
A pálya kijelölésért felelős Burzsolt nem ismert tréfát, és olyan nyomban arra terelte a versenyzőket, amely a fagypont alatti hőmérsékleten is megizzasztotta a bringásokat. A mountain bike szakág, amit ugye nyáron végzek, ott pedig tavaly 2016-ban második lettem a magyar bajnokságon, olimpiai crossban, ami ugye olimpiai szakág. Indultam maratonvilágbajnokságon, ugye az a kettő között a különbség az X-ció és a maraton között. A maraton ez kicsit ilyen hosszabb, ilyen 100-120 km-es távok, mert nem annyira intenzív, nem annyira nehezek a pályák, mint egy X-ció versenyen, de ott például világbajnokságon indultam. Zsolti és szerelője Robi pár éve egy szilvásváradi versenyen találkoztak, és azóta egy csapatot alkotnak. Egy kicsit nehéz és makacs ember, de igazából megtalálta a zsákafoltját, mondhatom ezt, mert én sem vagyok egy egyszerű eset, de így ki tudjuk egészíteni egymást. Mit szeretsz ebben? Nem tudom, mert nagyon nehéz. Nagyon nagy fanatizmus kell, és a Zsolti az elég fanatikus így ebből a szempontból. Zsolt egyébként az új budai Superior Mountain Bike Egyesületnél tölti mindennapjait. Gyerekekkel foglalkozom, felnőttekkel, technikai edzéseket tartok, egy boltban tevékenykedem, úgyhogy így kerek egy ilyen komplex bringás életem alakult. Általában 38-40 éves korig űzhető ez a nagy állóképességet igénylő sportág, így Zsolti lassan egyre inkább az edzősködés felé kacsingat. Testvére és szülei is Oroszlányban élnek, illetve dolgoznak, ezért a fiatalember kapcsolata városunkkal nem szakadt meg. Sőt, a sport révén talán még erősebbre is fűződhet a jövőben. Tervezgetem azt, hogy esetleg itt Oroszlány Tatabányai régióban is egy ilyen bicajsulit beindítunk, kizárólag gyerekeknek beindítunk.